Helyi értékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztés, ezúttal nyugat-balkáni delegáció ismerkedett a hajdunánási jó gyakorlatokkal. Észak-Amerikát, azon belül is az Egyesült Államok világát varázsolta a fürdő előtti térre a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ. Játszadozó címmel rendezett tábort a Móricz-Pál Városi Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény a 7 és 12 év közötti gyerekeknek. Idén is megrendezte szokásos családi napját a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hajdunánási szervezete. Megkezdődött városunkban az idei ifjúsági alkotótábor, mely a koronavírus járvány hatásaival és az újraindítással foglalkozik. Úszásoktatás a hajdunánási gyógyfürdőben, kicsiknek és nagyoknak egyaránt lehet még jelentkezni. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. Többségében a Nyugat-Balkánról érkezett fiatal egyetemistákból álló csoport járt június 14-én Hajdunánáson a Robert Schumann Intézet által szervezett tanulmányúton. A nap során a helyi értékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztés részleteivel ismerkedtek meg a látogatók. A program részeként a vendégek megnézték a helyi termelői piacot, a kenderes kertet, a városi húsüzemet, végül pedig a Martinek farmra is ellátogattak. Június 14-én ismét Hajdunánáson járt egy főként a nyugat-balkáni országokból érkezett fiatal politikusokból álló delegáció a Robert Schumann Intézet szervezésében. A Schumann Intézet sajátos katalizátor szerepét tölti be ma már főként az uniós csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok körében. Robert Schumann Intézet az 1990-es években alakult, és fő célja az volt, hogy a közép-európai országok demokratizálódását segítse. Ez tulajdonképpen az uniós csatlakozással befejeződött, így újabb területek felé nyitottunk. Jelenleg főleg nyugat-balkáni, kelet-európai és mediterrán országokkal foglalkozunk, akiknek közép-hosszú távú célja, hogy az Európai Unió tagjai legyenek, és az ehhez szükséges demokratizálódási folyamatokon keresztül menjenek, és ezáltal mi főleg fiatal politikusokat képzünk, tréningelünk, hogy hogyan váljanak tulajdonképpen jó politikussá a jövőben. A délelőtti termelői piacon tett látogatás után a Városháza dísztermében Nagyné Legény Ildikó alpolgármester asszony tájékoztatta a vendégeket, szólt Hajdunánás helyi értékeiről, a helyi gazdaságfejlesztés sajátos útjairól, különös tekintettel az ifjúságra. A delegáció egyik vezetője Küködi Zsolt, a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanács delegáltja, jó ismerőse városunknak, különösen a helyi értékeknek, a helyi gazdaságfejlesztési folyamatoknak. Azért jövünk Hajdunánásra, mert meg akarjuk nézni Magyarországon a legjobb gazdaságfejlesztési példákat, és itt látjuk, hogy nem csak a gazdaságfejlesztése, hanem a társadalomfejlesztése és egyéb a turizmus fejlesztése is működik Hajdunánáson, és ez jól működik. Engem lenyűgöztek azok a számok, amiket hallottam, hogy 130 gyerek született egy két évvel ezelőtt, most pedig 180 gyerek született már. Tehát ebből is látszik, hogy egy működőképes az a modell, amit Szólát Tibor és a hozzá csatlakozó fejlesztők kitaláltak. Örömmel jövünk mindig. Ők fiatal politikusok, akik ifjúsági szervezeteknek a tagjai, akikből előbb-utóbb önkormányzati képviselők, polgármesterek vagy parlamenti képviselők lesznek, netán esetleg még nagyobbak, és igyekeznek gyűjteni azokat az ötleteket, amit a saját helyükön tudnak majd képviselni a saját választóik számára. Meg tudják beszélni a választóik számára, hogy ott mit lehet megvalósítani mindabból, amit itt láttak, és nem csak Hajdunánásra megyünk, hanem környező településekre, most különlegesen még Somogyba is ellátogatunk, illetve Baranyába, tehát lesz alkalmuk meríteni. Én azt gondolom, hogy a nánási történet a számukra meggyőző és emlékezetes lesz, tehát mindenképpen fogják látni, hogy egy ilyen közép-nagy város mit tud fejleszteni a saját környezetén. Ilyen ambiciózus fiatal politikus dr. Koti Sorina Albániából, közelebbről Korcsa városából, aki sok érdekes megszívlelendő és alkalmazható gyakorlatot látott Hajdunánáson. And I have been working with the Robert Schumann Intézettel már 7 éve együttműködöm, nagyon sok tevékenységükben vettem részt, és nagyon örülök, hogy idejöhettem. Érdekesek azok a szemináriumok, programok, tréningek, amiken részt vettem. Szerettem volna látni, hogy a különböző kisvárosokban hogyan tudják felkarolni a fiatalokat, hiszen én a Nyugat-Balkánról származom, és a nyugat-balkáni országok kis országok. Kis lépésben tudunk fejlődni. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy ilyen jó példákat eltanuljunk, amiket itt láttunk.
A sok jó példa közül különösen megragadta Sorina figyelmét a termelői piac és a helyi pénz. Nagyon szép ez a város, nagyon tiszták az utcák és jó az elhelyezkedése. Hajdunánás valami olyasmi nagyságrendű, mint az én városom Korcsa. Kisebb település, kisebb gazdasággal, kisebb turizmussal. Ezért hazavihetem azokat a gyakorlatokat, amit itt látok. Nagyon tetszett például, ahogy a piacot rendezik. Az én városomban is van egy hasonló piac, de a termelőknek nagyon sokszor nincs pénzük arra, hogy megfelelően el tudják helyezni az árukat. Nagyon tetszik, ahogyan az embereket, a fiatalokat a helyi pénznek szervezik. Az én országomban is nagyon nagy gond a migráció, olyan értelemben, hogy a fiatalok elhagyják az országot, a várost. Azt gondolom, hogy a helyi pénz jó példája annak, hogy az önkormányzat vagy akár a kormányzat viszonyul az emberekhez, ha az emberek egy saját valutát alkalmaznak, az azt jelenti, hogy erősek tudnak maradni, és ezt szeretném hazavinni. Alpolgármester asszony prezentációját követően sok kérdés hangzott el, ami azt mutatja, hogy a vendégeket meglehetősen érdekelte a téma. Nagyon sok kérdés volt, tehát öten is kérdeztek a hallgatóságból, tehát megmozgatta a hajdonási például a gondolataikat. Egyértelműen a helyi pénz az mindent visz, mert annyira különleges, hogy mindenki azt kérdezi, hogy mégis hogyan lehet egy ilyet alkotni, miért érdemes ezzel foglalkozni, meg azért, mert még szerintem nem nagyon láttak ilyet, illetve azért is meggyönyörű, tehát ha ránézünk, akkor nagyon szép, tehát a szemet is vonza meg a agyat is, hogy gondolkodjon egy kicsit el rajta. De hát kérdeztek a fiatalokról és a fiatalok fogadásáról és a gazdaságfejlesztési szándékokról, tehát ilyen szempontból elég komplexen érdeklődtek, sőt volt kérdés meglepő módon a korrupcióról is, hogy hogyan küzd meg a város ezzel, egyáltalán kell-e küzdenie vele, hiszen ők a saját területükön is esetleg kapcsolatba kerülnek ezzel, és megnézik, hogy más városok hogyan küzdenek meg ezzel a kérdéssel. Az elméletben hallottakat aztán a gyakorlatban is megtekintették. A Martinek Farmon bepillantást kaphattak abba a folyamatba, hogyan tud egy családi gazdaság bekapcsolódni a helyi kiskereskedelembe a tejfeldolgozással, a különféle tejtermékek piacosításával, a hozzáadott értékek növelésével. Majd következett a Vágóhíd és a Városi Húsüzem, ami szintén a körforgás része. Helyi alapanyagok, helyi munkaerő, helyi ízek, helyi felhasználás, minimális ökológiai lábnyom. A Kenderes kertben a közfoglalkoztatás helyszínén rácsodálkozhattak a komplett élő pásztormúzeumra, a sokat hangoztatott hagyomány és innováció szerves egységére. Szólá Tibor polgármester úr röviden mesélt városunk múltjáról, közösségi hagyományainak történelmi gyökereiről. Küketi Zsolt az alábbiakban fogalmazta meg városunk elmúlt egy évtizedes helyi értékekre épülő gazdasági fejlődését. 10 év munkáját a gyakorlatban látni, ezeket az eredményeket azt gondolom, hogy érdemes mindenkinek, akik idejön. Mi még vissza fogunk idejönni egész biztos, és nagyon szurkolunk, hogy ez tovább így folytatódhasson Hajdunáláson. Múlt héten szombaton az Egyesült Államok világát varázsolta a fürdő előtti térre a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ. A kontinensek napján az amfiteátrum mellett Észak-Amerika kulturális és gasztronómiai érdekességei, country zene, hatalmas autók és különleges motorok várták az amerikai életérzés szerelmeseit. Szombaton ismét a fürdő előtti tér telt meg élettel, zenével, finom ételekkel és különleges kikapcsolódási lehetőségekkel. A kontinensek napján igazi észak-amerikai körúton vehettek részt azok, akik ellátogattak az amfiteátrum környékére. Hajdunánás mindig is bővelkedett a nyári programokban, és annál is inkább örülünk a mostani rendezvénynek is, mivel egy bezárt időszakon vagyunk túl, és igyekszünk minél több rendezvényen színesíteni a nyarat, az ide látogatóknak és a hajdunánásiaknak is egy kicsit több programot biztosítani. Én azt gondolom, hogy a szervezők mindig kitesznek magukért. Most egy Amerika napon vagyunk tulajdonképpen, és fantasztikus járműveket, motorokat láthatunk, és nagyon sok vendégünk érkezett, és tudom, hogy vannak nem csak hajdunánásiak, hanem a környező településekről ide látogatóak. Mi ennek nagyon örülünk, hiszen a célunk ez is, hogy minél több embernek be tudjuk mutatni Hajdunánást.
Én remélem, hogy nem korlátozza annyira, még ugye vannak korlátozó intézkedések, de ennek ellenére egyre több emberrel találkozunk itt a hajdunánási rendezvényeken, és remélem, hogy minél nagyobb átoltottság lesz, és ez sem fogja korlátozni az ide látogatók időtöltését. A programot a Harley Davidson motorok kiállítása indította. Különlegesség, hogy a felvonultatott motorok a közönség szavazatai alapján szépségverseny keretében mérették meg magukat. A rendezvényen bemutatásra került a motormárka legújabb terepre tervezett prototípusa, de a régi klasszikus modellekből is akadt szép számmal a kiállított darabok között. Lassan 20 éve foglalkozok Harley Davidson kereskedelemmel, és hála Istennek azt mondhatjuk, hogy már több, mint ennyi ideje van Kelet-Magyarországon is Harley Davidson kereskedés, és ennek köszönhetően Kelet-Magyarországon is elég szépen el vannak terjedve a Harley Davidsonok. Mi azt szeretnénk elérni, hogy ez ne legyen annyira meglepetés vagy különlegesség, bárki számára elérhető legyen, eljöhessen megnézni, kipróbálni, letesztelni, mert mégiscsak egy olyan márkáról van szó, ami Amerikában 1903-ban már megjelent, Európában is már réges-régen kapható, illetve Magyarországon is volt már motorkereskedés több tíz évvel ezelőtt, és ennek folyamányaként vagyunk mi is itt most jelen. Jelenleg egyébként három Harley Davidson kereskedés van Magyarországon, Sopronban, Budapesten és Nyíregyházán. Ez a legelterjedtebb márka Amerikában, még annak ellenére is akár, hogy 1903-ban indult a konkurens Indian Motorcycle, azonban az Indian sajnos az évek során többször megszűnt, majd újból létrejött, majd újból elbotlott és csődbe ment, majd újból talpra állt. Igazából ott az emberek lokál patriótaként amerikai motort választanak. Nagyon sokaknak eszébe sem jut, hogy ők vehetnének akár Hondát, vagy Yamahát, vagy bármit. Pusztán azért vásárolják a Harley Davidsont, mert lokál patrióták. Igazából a Harley Davidson is az évek során többször újra felfedezte magát. Ennek a része most többek között a nemrégiben megjelent Pan-America modell, amely másabb, mint az eddig megszokott hagyományos Harley Davidsonok. Ez nem egy cruiser vagy egy túramotor, hanem egy adventure motor. Hasonló, mint mondjuk az Africa Twin vagy a BMW GS. Igazából arra jöttek rá, hogy ott van ez a nagy kontinens, sok szabad térrel, ahol lehet a vadonba is akár terepen motorozni. Most már itt Nyíregyházán is kapható ez a motor, illetve most jelen pillanatban én ezzel jöttem ide Hajdunánásra, az itteni emberek is most már első kézből megtekinthetik ezt a körülbelül egy hónapja kapható motort. A Harley Davidson motorok mellett számos négykerekű nagytestvér is képviseltette magát a rendezvényen, mint az amerikai életstílus ikonikus alakjai. Az én autóm a fehér 2006-os Cadillac Escalade, ez egy 8 személyes hosszított kivitel, 6 literes V8-as benzines motorhajtja, állandó összkerék, és nagyjából 2006-ban, ami elérhető volt extra, az helye közel minden benne van. A kétzónás klímától kezdve, a 8 irányba elektromosan állítható ülésektől kezdve, a kompresszoros deréktámaszon át minden. Erre a rendezvényre egy Cadillac-kel, egy Dodge-al, Ford Mustangokkal, Chrysler Sebringgel, egy Cadillac Escalade-del, egy Camaro-val, egy Ford F350-essel érkeztünk. Nekem az amerikai autózás egy Chrysler Stratus-szal kezdődött, és mindenki lebeszélt, hogy hú, csak amerikait ne vegyek, mert nagyon drága lesz fenntartani, és az alkatrész. Na most ehhez képest nagyjából úgy néz ki, hogy ha nem mezei emberként csöppensz ebbe bele, hanem egy-két fórumra beregisztrálsz, akkor egy nagyon szerethető, nagyon baráti társaság van, akik nagyon segítőkészek, és például mondjuk mi zömében Amerikából rendeljük az alkatrészeket, saját tapasztalatomat tudom mondani, nekem, amikor az ezelőtti Cadillac-en volt meg, abba például az ilyen olajcseréhez az olajszűrő, levegőszűrő körülbelül egy Opel Astra árszínvonala volt,
Amerikából megrendelve, és nagyjából most a légi posta ott tart, hogy megrendelés után egy olyan 3-4 munkanap, és itt van a kezedbe az alkatrész. Tehát igazából nem. Tehát annó egy olyan 20 évvel ezelőtt mondjuk még igaz lett volna az, hogy nehéz beszerezni az alkatrészt, ezáltal mivel nehéz, így drága, mai nap már nem. Ez már abszolút nem igaz. Aki amerikai autót vesz, annak az öme az amerikai autós közösség, illetve az amerikai autó iránt érzett szerelemből veszi meg. Tehát nagyon észszerű érveket nem tudok rámondani. De szerintem ez. Szerintem a kényelem, a varázslatos nagy V8-nak például a hangja, illetve a közösség. A mindent a szemnek, semmit a kéznek elvitt nem volt érvényes, ugyanis azok, akik szerették volna kipróbálni az amerikai életérzést, tesztvezetésen vehettek részt egy Ford Mustang GT55-ös modellben. Nem csak a kipufogó füst és a motorzaj szerelmesei találhatták meg a számításaikat a kontinensek napján. A színpadon egymást váltották a jobbnál jobb amerikai kultúrkörhöz kapcsolódó produkciók. A miskolci Elvis Presley a király feledhetetlen dalaival szórakoztatta a közönséget, de felcsendültek Marilyn Monroe ismert slágerei is. A kultúra szerves része a sport. A kontinensek napján a streetball, a kosárlabda utcán játszott változata mutatkozott be, melynek népszerűsége folyamatosan nő hazánkban is. Lényegében az a különbség a kettő között, gyakorlatilag ugye, hogy a kosárlabdás sportágon belül gyakorlatilag a terem sportág az, amit már ugye világszerte ismernek, és igazából az az érdekes, hogy az utcáról indult ez a játék maga, és ezért is maradt meg ez a streetball kifejezés, tehát hogy a nevében is benne van, ugye az angolról lefordítva ez utcai labdát jelent, ugye utcai kosárlabdajátékot jelent. Az a lényeges különbség, hogy ezt 5-5 helyett, tehát 5-5 ellen helyett 3-3 ellen játsszák, és egy palánkra, tehát fél pályát vesz igénybe csak mindössze. A szabályok tekintetében nyilván a nemzetközi kosárlabda szabályok érvényesek, itt is, mint ahogy a teremben. Már itt is vannak játékvezetők, tehát ez is két játékvezető dirigálja a mérkőzéseket, illetve az a lényeges különbség még, hogy milyen folyamatosabb és látványosabb legyen a játék, ezért a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség kitalálta azt, hogy ez legyen keményebb. Tehát ami a teremes sportágban a játékvezetők megítélnek mondjuk szabálytalanságnak, itt azokat általában elengedik, vagy ezt nem veszik olyan szigorúan. Én egy kb. 3 hónappal ezelőtt csatlakoztam ide a Nánási Kosárlabda körhöz. Gimnáziumban szoktunk lejárni hetente egyszer, egyébként debreceni illetőségű vagyok. Ott egy picit többen űzik ezt a sportágat, hogy tudjátok is, ugye itt a megyei székhelyű csapatnak ugye a csoportos, tehát a legfelső osztályban érdekelt csapata van, akik tavaly szerezték meg a 4. helyet a bajnokságban, ők a Deac. A nánásiak egyébként egész évszámmal általában egy ilyen 12-15-en képviselték magukat ezen a heti kosárlabda összejövetelen, és akkor egész sokan össze szoktunk jönni, és tök jókat szoktunk játszani. Ha jól tudom a helyiektől, akkor tervben van az, hogy elindulnak hamarosan a megyei bajnokságban, mert itt a megyében egyébként működik megyebajnokság is, tehát nem csak az országos MB-s nemzeti bajnokságban képviselték magukat a csapatok, hanem megyei bajnokságban lévő csapatok vannak, és nem csak Debrecenben, hanem Hajdúböszörményben, Hajdúadházon, Nyíradonyban, tehát Derecskén, Bikepércsen, tehát egész sok helyen. Az még picit várat magára, hogy a női szakosztály is képviseltesse magát a megyei küzdelmekben, de szerintem hamarosan, ha jól tudom, akkor Hajdúböszörményben és Hajdúadházon női csapat is működik. Mondhatjuk most már azt, hogy nagyon nagyján nőtte magát ki a sportág, tehát valóban Magyarországon is és Európában is az egyik legfőbb látványsportágként szerepel a kosárlabda. Nyilván a hazájában, Amerikában lehet, hogy meg fogtok lepődni, de ez csak a harmadik legnépszerűbb sportág, ugyanis első az amerikai futball, a második a baseball, és a harmadik helyre szorult a kosárlabda. És az az érdekes még egyébként, hogy a profi bajnokság, ugye az NBA, ami mindenki által nagyon ismert, lassan azt kell mondani, hogy az egyetemi bajnokság nagyobb nézőszámot és nézőközönséget vonz, mint maga az NBA. Az olimpián már nagyon ugye a kezdetektől gyakorlatilag ott van a kosárlabda, mondhatjuk. Tehát nagyon sok csapat részt vesz, női és a férfi vonalon is egyaránt. És Európában azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok embert vonz, mert a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség a streetball kapcsán egyébként elindított 3 évvel ezelőtt
egy világra szóló, egy ilyen világ eseménynek számító FIBA 33, az a FIBA 3v3, tehát 3-3 ellen lévő versenysorozatot, aminek van egy World Tour, tehát egy ilyen világ körüli túra nevű bajnoksága, aminek egyébként házigazdája szokott lenni Debrecen, és minden évben általában augusztusban, most ebben az évben, júniusban adott otthont a nagy templom előtti tér egyébként ezeknek a küzdelmeknek, és most majd szeptember elején is lesz egyébként ez a World Masters tornasorozatnak nevet adó torna itt Debrecenben, és szóval azt lehet mondani, hogy tényleg a világon egyre-egyre népszerűbb. Amerikai ízeit a nánási hús a város húsfeldolgozó üzemének márkája biztosította a rendezvényen. Előétel gyanánt bárki megkóstolhatta a helyi márka saját gyártmányú finomságait, így többek között terítékre került a grillkolbász, a kézműves vésté, a páros kolbász, a füstölt kolbász és a sonka. A falodában szürke marhaburger, mangalica pulled pork sandwich és barbecue mangalica tarja amerikai sajtos tiszta körettel várta az éhes szájakat. Budai Péter séf pedig látványkonyhát nyitott az eseményen, ahol a kóstolni vágyók egy próbatétel után kaparinthatták meg a sztárszakát saját készítésű amerikai fogásait, melyeket természetesen helyi alapanyagból állított össze. Minden nyilvánvalóan nánási húsból, és itt a fiúk mellettem ugye csinálják a klasszikus amerikai burgert, meg tépet szendvicset és a többit. Én meg fogok csinálni egy takót, készítek egy burgonya chipsben sült sertésszüzet, ezekhez persze speciális saláták, amerikai palacsintát barackkal, tehát nagyon sok-sok finom eredeti ételt, persze úgy, ahogy én készítem. Minden jó ételnek alapja a jó alapanyag, tehát nincs kegyelem. Vacak alapanyagból is lehet jó ételt készíteni, de igazán finom, ahhoz a finom, jó minőségű alapanyag szükséges. Itt a nánási hús nagyon jó alapanyagot biztosította számomra, úgyhogy abszolút finom ételek készülnek. Remélem, hogy ügyesek lesznek itt a helyi emberek, mert lasszót kell dobni, én azért megpróbáltam, nem olyan egyszerű. És hogyha a lasszót rá tudják a bikára dobni, ugye a szarvára, egy imitált bikának a szarvára, akkor ide jöhet, itt megpörget egy szerencsekereket, és ami azon kijön, azt készítem el neki. A program egyik legizgalmasabb pillanata a hotdogevő versennyel érkezett el, amikor is öt bátor és jó étvágyú helyi bajnok jelölt csapott össze a legjobb étvágyú hajdúnánásinak járó kitüntető címért. A feladat részeként a versenyzőknek 5 hotdogot kellett 5 perc alatt elpusztítania. 2 perc, 10 másodperc még! Na nézzük, hogy állunk! Az ötös asztalnál Zsoltnál már csak egy érintetlen hotdog van. Pisti is elkezdi itt az utolsó előtti hotdogot. Nagyon szoros, nagyon szoros! A srácok itt egymásra figyelnek, hogy kettőnk csatáját figyeli meg, Zoli pedig próbál fölzárkózni az élen haladókhoz. Ugye kis csír? Na nézzük! Jó, itt már nagyon kell a víz a végére, úgy látom. Itt már nagyon kell a végére a víz. Jó, miatt majd fog? És azért már Zsolt is mindenhol próbálja szedni a levegőt, még ott is, ahol nem lehet, csak ott csúszol ez a hotdog. Ugye, hogy nem könnyű ez az 5 darab hotdog? 1 perc és 20 másodperc a végéig, és itt az utolsó, az ötös asztalnál az utolsó hotdog is elindul befelé. Jaj, csak egy nagy levegőt kell venni előtte. Másfél hotdognál tartunk. Isti miért? Zoli, elnézem, nálad egy hotdog érintetlen, egyet pedig most kezdesz el. Azért én le kell tolni azt az utolsót. 1 perc, az utolsó perc kezdődik el. Na, Zsolti? Na nézzük! Ne csinálkozzél egyébként! Sor nagyon keményen folyja itt az ötös asztalnál. Már most már minden falakhoz kell egy fél liter víz. Körülbelül, hogy lecsúszol. Úgy látom, hogy a fele van meg még a hotdognak. Nézzük időben, hogy állunk! 30 másodperc! 30 másodperc! 30 másodperc! És Pisti mutatja, hogy lehet, hogy ő nem bírja, de azért tolja még legyen, hogy nézzük az utolsó kihagyatnál! A kihívást végül csupán a díjnyertes Olá Zsolt teljesítette, de mindenki derekasan küzdött a bajnoki címért, melyet cseppet sem volt könnyű megszerezni.
inkább az volt a része, hogy száraz volt, ezért kellett egy kis vízzel tunkolnia fel, de amúgy nem volt vészes. Az egésznapos program az este beköszöntével koncertsorozattá alakult át. Színpadra lépett a Force Dance Dance Club és a Nyughatatlan zenekar. Az est folytatásaként a Route 35 Band lépett színpadra, két fellépés között pedig a vendégek még táncoktatáson is részt vettek a Cactus Country Club közreműködésével. A jobb lábunkat egy picit lábujjhegyre előre tesszük, majd utána balral is, jobbal is, és megint balra. Egy, két, három, négy, balra egy, jobbra egy, le, megyünk, és vissza, jobb kirak, megforra, jobb, bal, jobb. Köszönjük szépen! Csodás esténk van! Nagyon szépen köszönjük! Játékos formában ismerkedtek meg az állatvilág csodáival és az állatok gondozásával, valamint védelmével azok a gyerekek, akik részt vettek a Móriczpál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény játszadozó táborában. A 7 és 12 év közötti fiatalok szórakoztató módon tanulhattak új dolgokat a házi állatokról és a vadvilág élőlényeiről. Játszadozó címmel szervezett tábor a Móriczpál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. A napközi jellegű táborba a 7 és 12 év közötti gyerekeket várták a szervezők. Az állatvilág mindig nagyon sok érdekességet rejteget a kicsik számára, számtalanul dolgot tanulhatnak és fedezhetnek fel. A hét során a programok nagyon változatosak és érdekesek voltak.
Az első és a második nap a vadon élő állatokról és a házi állatokról volt szó. Játszadó Zó néven hirdettünk meg egy tábort erre a hétre, és az állatok világa volt a témája. Abból indultunk ki, hogy az állatokat általában nagyon szokták szeretni a gyerekek. Ezt vettük észre a foglalkozásainkon is az utóbbi időben, hogy talán ez az a téma, amihez mindegyik gyerek nagyon szívesen szól hozzá, meg foglalkozik vele. Nagyon szeretik még azért ők az állatokat. És általánosságban beszéltünk az első napon az állatokról, úgy egyáltalán az állatok világáról, illetve ez volt egy kicsit olyan szabadabb nap, hiszen hétfőn egy órakor nyit a könyvtár, tehát ott a délelőtt egy kicsit lehetett a könyvtárban bóklászniuk, szabadon nézegethettek a könyvtárban. És ekkor kezdtük meg a mindennapi feladatunkat is. Egy nagyon jó sorozat van nálunk, a Varázslatos Állatbirodalom címmel, és minden gyerek kapott egy könyvet, amiből minden nap fél órát kellett olvasniuk különböző időpontokban. Ezt úgy vettük észre, hogy a többség ezt is nagyon szerette szerencsére. Nagyon szokták egyébként is ezt a könyvsorozatot szeretni a gyerekek. A második napon a vadállatokkal foglalkoztunk, és kvízjátékokkal is készültünk nekik, illetve egyáltalán egy nagyon fontos előadást tartott nekik a kolléganő arról, hogy hogyan tudjuk a vadon élő állatokat minél inkább megőrizni, megóvni, egyáltalán, hogy ők mit tehetnek a klímaváltozás ellen, mit tudunk mi emberek tenni, illetve úgy egyáltalán az állatok élővilágába, hogy mennyire nem szabad beavatkoznunk, ezzel foglalkoztunk a második napon. A harmadik napon a házi állatokkal foglalkoztunk, ekkor kilátogattunk a kenderes kertbe, kisvasúttal mentünk ki és vissza, ezt nagyon-nagyon élvezték a gyerekek szerencsére, és az állatoknak is nagyon-nagyon örültek. A délután pedig ebből a témakörből volt egy kis játékos vetélkedőjük. Csütörtökön kicsit elmentünk a fantázia birodalmába, és a mesebeli lényekkel, állatokkal foglalkoztunk. Erről láthattak egy kis bemutatót, de itt szigorúan könyvekből készültünk nekik, nem pedig PowerPoint bemutatóval, mint a többi napon. És utána ők maguk tervezhettek egy-egy fantázia állatot, amit utána lekicsinyítettünk nekik, és megkapták egy kis kitűzőként. Ezt nagyon-nagyon élvezték, ezt a kitűző készítést. A mai napon pedig a tájházba látogattunk el. Ez már egy kicsit a kikapcsolódásról, a levezetésről fog szólni. Most egy kis kézműveskedést láthatunk. Egy szalmafonó látogatott el hozzánk, illetve még sólészgyurmából fogják elkészíteni azt az állatot, amiről olvastak a héten. A gyerekek többségének a kisvonatozás és a kenderes kert volt az egyik kedvence. De persze minden nap volt olyan foglalkozás és érdekesség, ahol az állatokról új dolgokat tanulhattak meg, mindenki nagyon jól érezte magát. Emlékszek a kenderes kertes útra, amikor voltunk itt a múzeum udvarán, az is jó volt, voltak feladatok, és jó volt az egész hét. A legjobban a táborba azt tetszett, amikor mentünk a kis vonattal a kenderes kertbe. És én nagyon szeretem a nyulakat, meg a sok minden állatot nagyon szeretek. Azt mondták, hogy nem szabad a házi állatokat így kidobni az utcára, mert ők megjegyzik ezt, és még vissza tudják adni. Mert ők nem felejtik el ezeket a dolgokat, amiket mi teszünk velük. A tábor nagy segítség a szülőknek a nyári szünidőben, hiszen így tudják, hogy biztonságban van a gyermekük, nem mellesleg hasznos és érdekes programokon vehet részt. Szerettünk volna a szülőknek segíteni azzal, hogy azért nyáron elég nehéz, hogy ugyanúgy dolgoznak, de még sincsen iskola, hogy ott biztonságban tudják a gyereküket, és akkor így egy napközi táborral legalább segítünk abban, hogy tudják, hogy hol van a gyermekük, és hogy reméljük, hogy jól is érzi magát. Illetve a téma pedig azért, mert hozzánk nagyon közel áll az állatvilág, és azt gondoljuk, hogy ezt a gyerekeknek is át kell mentenünk, hogy őket óvni kell. Most pedig kérem, tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái.
A Robert Schumann Intézet harmadik alkalommal szervezett Hajdunánásra szakmai programot június 14-én. A főként a nyugat-balkáni országokból érkezett delegáció tagjai a helyi értékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztés folyamatával, illetve gyakorlatával ismerkedtek meg az egésznapos program keretében. Számos színes program és számtalan gasztronómiai finomság várta azokat, akik múlt szombaton kilátogattak a fürdő előtti térre a kontinensek napjára, ahol Észak-Amerika mutatkozott be az érdeklődőknek. Az állatvilággal ismerkedtek meg a Móricz-Pál Városi Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény játszadozó nevű napközis táborában résztvevő gyerekek. Az egyhetes táborban játékos formában tanultak hasznos és új dolgokat a ház körül és a vadon élő állatokról. Ízleld meg hazánkat! A helyi értékektől a hungarikumokig. Július 17-én a Ligetben színes programokkal, helyi művészeti csoportokkal és sztárfellépőkkel várjuk Önöket. Itt lesz Tarnai Kis László nótaénekes, Tihanyi Tóth Csaba operetténekes, a Princess, a száztagú cigányzenekar kamarazenekara, Sipos F. Tamás és a Desperado. Ezen a napon a gasztronómia is főszerepet kap. Közös főzéssel és ételkóstolással várja Önöket a Gulyás király, Csányi Sándor mester szakács. Ön is megmutathatja szakács tudományát főzőversenyeink valamelyikén, gulyás, halászlé, pörkölt vagy öhön kategóriákban. A helyszínre várjuk a város legfinomabb aranygaruskáját vagy házi pálinkáját. Megismerheti hazánk és városunk értékeit a Hungarikumok és helyi értékek udvarában, ahol egész nap hungarikum vízzel várjuk Önöket. A nap folyamán lesz galamb és díszmadár kiállítás és solymász bemutató is. A gyerekeket népi játszópark és 150 négyzetméteres családi játszósától várja LEGO különlegességekkel. A rendezvényre a belépés ingyenes, a hatályos járványügyi rendeleteknek megfelelően. Most pedig kérem tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátra lévő részében. Ugrálóvárral, csapatjátékokkal és kézműveskedéssel készültek a vendégeknek a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hajdunánási szervezetének munkatársai az idei családi napra, ahová nem csak az ellátottakat várták. Újraindítás címmel kezdődött meg az idei hajdunánási ifjúsági alkotótábor, amelynek résztvevői a tárgyalkotó művészeti ágak segítségével szeretnék kifejezni a világjárvány utáni újrakezdésről szóló gondolataikat. Az elkészült alkotásokat jövő héten mutatják be a nagy közönségnek. Fontos, hogy minél kisebb korban megtanuljunk úszni, hiszen ez a mozgásforma nem csak egészséges, de a szellemi és a fizikai teljesítő képességünkre, fejlődésünkre is pozitív hatással van. A hajdunánási gyógyfürdőben egész évben jelentkezhetnek úszásoktatásra kicsik és nagyok egyaránt. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hajdunánási szervezete ismét családi napot szervezett az ellátottaknak és a városlakóknak. A szervezők kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, ugrálóvárral és koncertekkel készültek. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hajdunánási szervezetének szervezésében rendeztek családi napot július 10-én, amihez szerencsére kegyes volt az időjárás. A 12 éve működő szervezet 197 településen összesen több, mint 15 ezer idős és szociálisan rászoruló szemét lát el a mindennapokban. A nappali intézmény iránt nagyon nagy az érdeklődés hajdunánáson is. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szociális ellátással foglalkozik, házi segítségnyújtással, pszichiátriai, fogyatékos, szenvedélybeteg ellátással, bentlakásos intézményünk van, támogatott lakhatással és szociális étkeztetéssel. Immár több mint 10 éve. Hajdunánáson itt az egyik nappalink 50 fős, ott 53 fő van, és a fogyatékkal élők pedig len egy éve működik a mi fenntartásunk alatt, és ott 13 fő van jelenleg. A gyülekező után egy rövid kis köszöntővel üdvözölték a vendégeket, majd ismertették a napi programokat. Most egy olyan együttlét, egy olyan közös program szerveződött, ahol szórakozni kell, és játszani kell, örülni kell, zenét lehet hallgatni. A családi napra nem csak az intézménybe járó ellátottakat, hanem a város valamennyi lakóját várták a szervezők számos program lehetőséggel. Volt arcfestés, ugrálóvár, csillámtetoválás, gyöngyfűzés és labdajátékok is. Az aszfaltkréte is nagyon sok mindenkinek elnyerte a tetszését, így nagyon szép alkotások születtek.
A mai nap itt a Dorog 51 szám alatt a baptista tevékeny szeretett missziói épületében ismételten családi napot tartunk, ez már hagyomány itt nálunk Hajdunánáson. Ez az egész városnak szól, tehát nem csak az itt élő, vagy napjaikat itt töltő családok, illetve emberek számára. Ron Walter Éva zenés koncertjén a gyerekdalokon keresztül a különböző slágerek így minden stílus megtalálható volt, így bármely korosztály számára élvezhető koncertet adott. Előadásával vidám hangulatot varázsolt a családi napon. Na most ti jöttök, hogy szimpe zuhajak csak? Szimpe, hangosan, szimpe. Igen? Azzal, és a nap... Na még egyszer, hogy? Szimpe, zuh, igen? Rendje. Ó, de szuper! Egy tapsot magatoknak! Köszönöm szépen! A 8. hajdunánási ifjúsági alkotótábor koncepciója a koronavírus járvány hatásaira fókuszál. Az elmúlt évben ugyanis a pandémia időszaka, az emberi kapcsolatok, a test és a szellem próbatétele is volt. Az idei ifjúsági képzőművészeti alkotótábor témája is ehhez kapcsolódik. A szlogen a számítógépes világból vett reboot, vagyis az újraindítás. A tábor 10 napja alatt a fiatalok a nekik tetsző művészeti eszközökkel fogalmazhatják meg, mit is jelent az újrakezdés, és a képzőművészet formanyelvén dolgozhatják fel a pandémia egy év alatt megfogalmazódott gondolataikat. A táborba ezúttal is több művészeti egyetem aktív, illetve nemrég végzett hallgatói érkeztek, akikhez csatlakoztak Hajdunánás testvérvárosaiból meghívott középiskolások és a helyi gimnázium szakkörösei is. A diákok festenek, rajzolnak, installációkat terveznek, valamint analóg fotográfiai kísérleteket is végeznek. Az úszás számos jótékony hatással és pozitív előnnyel jár. Érdemes minél korábban elkezdeni, hiszen szinte mindenki által művelhető mozgásforma, mely akár sporttá is válhat. A hajdunánási gyógyfürdőben egész évben lehet jelentkezni úszásoktatásra, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szakemberek segítségével, tudástól és edzettségi szinttől függően mindegyik úszásnemet gyakorolhatják a résztvevők. Figyelj! Nagy levegő és buborék! Rajt! Fújod a buborékot a szádon keresztül, bátran fújod a buborékot! Az ma már mindenki számára egyértelmű, hogy az úszás az emberi szervezetet az egyik legsokoldalúbban igénybe vevő mozgásforma, hozzátartozik a funkcionális fittséghez, az egészségkultúránkhoz és önmagával harmóniára törekvő ember mindennapi sportolásához. A hajdunánási gyógyfürdőben csak nemrégiben indult újra az úszásoktatás, ugyanis a koronavírus járvány ebben a tekintetben is közbeszólt. De a nagy érdeklődésre való tekintettel most bővített csoportokban tanulhatnak úszni a fiatalok. Egy hónappal ezelőtt kezdtük újra az úszó edzéseinket, mert sajnos ez a kialakult COVID-helyzethez nem tette lehetővé, hogy folyamatosan úszunk. A strand is be volt, a fürdő be volt zárva, ezért egy hónapja kezdtük újra szervezni az úszó edzéseinket. Csoportjaink úgy alakultak, hogy vannak teljesen kezdő csoportjaink. Ezek a kezdőcsoportok olyan 4-5 éves kortól kezdenek úszni. Heti kétszer úszik minden csoport. A kezdőcsoportunk hétfő szerdán úszik, reggel 8-tól 9-ig. A haladóbb csoportunk az pedig kedden csütörtökön úszik, szintén 8-tól 9-ig, illetve van egy még nagyobb csoportunk, akik reggel 7-től 8-ig úsznak, ugyancsak kedden csütörtökön. Az ideális létszám egy ilyen úszás kezdés oktatásnál az a 10-12 fő, éppen ezért történik meg a csoportbontás, mert már 24-en voltunk ebbe a csoportba, és indokoltá teszi azt, hogy ők megosztva jöjjenek. Minden gyerek más és más, van akinek picit nehezebben, és van olyan, akinek sokkal könnyebben megy az úszás tanulás. A legkisebbeknél a vízhez szoktatás a legelső lépés, és a víz megszeretetése. Az idén meglepően ügyes gyerekek kerültek ide hozzám, természetesen minden gyerek más, vannak, akik egy kicsit lassabban haladnak a feladatokkal, de zömében most a kezdőcsoportomnál olyan gyerekek kerültek ide, akiknek a víziszonyát nem kellett leküzdeni, mert már gondolom korábban otthon végezték a hasonló feladatokat, éppen ezért nagyon, nagyon gyorsan és jól tudok velük most haladni a kezdőkkel.
Főleg a pici korban, amikor a 4-5 éves korban ide kerülnek hozzám a gyerekek, minden úszó tanfolyamot vízhez szoktató gyakorlatokkal kezdünk. Nagyon fontos szakasz ez az úszás tanulásnak, mert hogyha nincsenek meg ezek a gyakorlatok, akkor későbbiek során az úszás tanulásnál bizonyos elemeknél sokkal lassabban tudunk haladni, hogyha ezeket az ember ilyenkor nem gyakoroltatja a gyerekekkel teljesen ki. Ez később okozni. Összeszorítom a mellemnél, húzod ezt a kart és megy tovább, de tezzük le! A nagyobbaknak edzés jelleggel több úszásmódot gyakorolva, a kicsik az alapokkal, a mellúszással kezdik a foglalkozásokat. Mai napon 7 órától voltak a nagyobbak, ők az úszómedencében úsztak, ők főleg a mellúszást gyakorolták, ők már edzés jelleggel úszták ezeket, edzésenként ilyen 1500 méter és 2000 méter között úsznak, de ők már más úszásmódokat is ismernek, ők már gyors, hát és a pillangó úszással is van, aki már megismerkedett, aztán folyamatosan haladunk, akik még nem ismerik a többi úszásnemet, azok meg folyamatosan tanítjuk. A kicsiknek most, vagy a kisebbeknek most a mellúszás volt elsősorban, illetve a haladóbbak, mert itt is két csoportra osztottam őket, azok pedig már a gyors és a hátúszással is ismerkedtek, és az egyik fiú, ő a pillangót is elkezdte gyakorolni. Azért is érdemesebb kisebb korban elkezdeni az úszást, mert sokkal könnyebben elsajátítható maga a mozgásforma. A mozgás tanulásnál, és ez nem csak az úszásra vonatkozik, hanem más sportok esetében is, a minél korábbi gyakorlatok elkezdése. Ugye ez életkori sajátosság, hogy a gyerekek még minél fiatalabbak, annál jobban szeretnek mozogni. Éppen ezért annál könnyebben is tanulnak, minél fiatalabbak. Nem azt jelenti, hogy idősebb korban nem lehet megtanulni úszni, mert az úszás az egy kortalan. De minél fiatalabb korban elkezdjük az oktatást, annál könnyebben tanulnak. Egykor egy lábbal megyünk vissza, felkészül. Hopp, indulunk! Az úszás az egyik legegészségesebb és legízületkímélőbb mozgásforma. Ajánlott mindenki számára nemtől és kortól függetlenül. A finom koordináció kialakulásában nem csak az úszásnak, minden sportnak nagyon fontos szerepe van minél fiatalabb korban. Természetesen az úszás a sportok közül az egyik legegészségesebb sport. Minden izomcsoportot megmozgat, illetve a vízben végzett mozgás sok mindenben megkönnyíti a mozgást, az ízületeket nem terheli annyira, és a szervezet sokkal könnyebben rááll erre, illetve nem annyira megterhelő. A mozgás koordinációban pedig szintén nem csak az úszás, az összes többi sport nagyon sokat segít. Tehát pont ezért itt visszakapcsolódva az előző témához, a mozgás koordináció és a fejlesztése, és ezt minél fiatalabb korban elkezdeni, ez összefüggésben van. A szülők is nagyon fontosnak tartják, hogy a gyerekek egyik sportolási lehetősége az úszás adott hajlimánáson. Szerintem mindenféleképpen elsőnek a mozgáskoordináció fejlesztés, ez az úszás nem bármelyik, a gyorsúszás, mellúszás, minden nagyon jól fejleszti, ugye összhangba hozza kezet, lábat, levegőt, ami nem egyszerű feladat, még felnőtteknek se szerintem, és ezzel fejleszti a mozgását a gyerekeknek, ugye az agyat is tornáztatja így, hát megad múgy az egészségmegőrzés. Mozgás, ugye nem sok sportolási lehetőség van itt Hajdúnánáson, ez az úszás köztudatban arról szól, hogy nagyon minden testrészt megmozgat, úgyhogy szerintem az egyik legjobb sportolási lehetőség gyerekek számára itt Hajdúnánáson. Az unokát hoztam, mert a szülők nem tudtak jönni, amúgy már tavaly is itt volt az úszótanfolyamon, és ma én hoztam a kisfiút. Egy az, hogy egészséges az úszás, mindenféleképpen egészséges, meg a másik, hogy bármikor előfordulhat, hogy történik olyan eset, hogy nagyon szükséges az úszás. Itt volt ez a nádudvari szerencsétlen eset, hogy a kisfiú, a 9 éves kisfiú belefulladt egy csatornába. Ezért tartjuk, mi szülők is tartották, hogy mindenféleképpen megtanuljon a gyerek úszni. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai nánási krónika témái.
A Robert Schumann Intézet harmadik alkalommal szervezett hajdunálásra szakmai programot június 14-én. A főként a nyugat-balkáni országokból érkezett delegáció tagjai a helyi értékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztés folyamatával, illetve gyakorlatával ismerkedtek meg az egész napos program keretében. Számos színes program és számtalan gasztronómiai finomság várta azokat, akik múlt szombaton kilátogattak a fürdő előtti térre a kontinensek napjára, ahol Észak-Amerika mutatkozott be az érdeklődőknek. Az állatvilággal ismerkedtek meg a Muritzpál Városi Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény játszadozó nevű napközis táborában résztvevő gyerekek. Az egyhetes táborban játékos formában tanultak hasznos és új dolgokat a ház körül és a vadon élő állatokról. Ugrálóvárral, csapatjátékokkal és kézműveskedéssel készültek a vendégeknek a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hajdunánási szervezetének munkatársai az idei családi napra, ahová nem csak az ellátottakat várták. Újraindítás címmel kezdődött meg az idei hajdunánási ifjúsági alkotótábor, amelynek résztvevői a tárgyalkotó művészeti ágak segítségével szeretnék kifejezni a világjárvány utáni újrakezdésről szóló gondolataikat. Az elkészült alkotásokat jövő héten mutatják be a közönségnek. Fontos, hogy minél kisebb korban megtanuljunk úszni, hiszen ez a mozgásforma nem csak egészséges, de a szellemi és a fizikai teljesítő képességünkre, fejlődésünkre is pozitív hatással van. A hajdunánási gyógyfürdőben egész évben jelentkezhetnek úszásoktatásra kicsik és nagyok egyaránt. Mai műsorunk végére értünk, én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!